Eddig a személyes találkozás is része volt a beiratási procedúrának. Ez most kimarad a protokollból. Többféle lehetősége van a szülőknek, elhozhatják személyesen a hivatalból, ha nem tudják kinyomtatni a nyilatkozatokat, amiből kettő van. Az egyik a tulajdonképpen a szándéknyilatkozat, hogy gyermekük óvodába szeretne járni, a másik pedig a nemzetiségi, a német nemzetiségi nyilatkozat. Erre azoknak lesz szüksége, akik nemzetiségi csoportot választanak gyermeküknek. Le is adhatják a hivatalban ügyfélfogadási időben a kitöltött lapokat, de ennél egyszerűbb megoldás letölteni a megfelelő dokumentumokat, azokat szépen kitölteni, aláírni, és elektronikus úton elküldeni a varázskapuovoda@gmail.com e-mail címre. Ezzel megvalósul tulajdonképpen a beiratkozás, ez az intézmény központi e-mail címe. Mindenkinek visszajelzést adunk arról, hogy megérkezett a dokumentum, vagy a dokumentumok megérkeztek. Ezt április 17-ig kell megtenni a szülőknek. A felvételi döntés majd 20-a után történik meg. A jelenlegi kiírás szerint azokat várjuk, akik kötelezően óvodába járnak majd, tehát az óvoda kötelesek, akik 2020. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik. Várjuk azokat is, akik december 31-ig 3 évesek lesznek, ők nem óvoda kötelesek, de azért többségük megjön, és hát néha jönnek tavaszi gyerekek is ősszel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy 100 fölött lesz ez a létszám várhatóan. A felvételi döntés gyorsan megszületik azok után, hogy a 6 óvodában megtörténik a felmérés a szabad helyek vonatkozásában.